Az újonnan meghirdetett pályázati felhívás alapján 2016-ra mintegy 4 milliárd forintra nőtt a rendelkezésre álló díjtámogatási összeg. Ennek oka, hogy a korábbi 3 milliárd forintos támogatási keretet több mint 1 milliárd forinttal túligényelték a gazdákat tavalyi évben. A támogatás az március 16 ától június 9-ig igényelhető a gazdák részéről. A 2016-os évre egy 4, 4 milliárd forintos keret van megállapítva. Ugyanúgy, mint a tavalyi évhez hasonlóan 7 alapfedezet lesz, ami plusz ki lesz egészülve egy őszi fagykára. A 7 alapfedezet az a tavaszi fagy, téli fagy, asszály, árvíz, tűz, jég és viharkár. Egyre több termelőköt biztosítást, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő fedezet a bajban. 2015-ben országosan több mint 2000 kár bejelentés érkezett az Allianzhoz. A legtöbb kárt a jég miatt szenvedték el a gazdák, de sokaknak az asszály okozott termés kiesést. Legjellemzőbben a tavaszi fajtól a vihartól, jégtől, illetve az asszálytól félnek a gazdálkodók. Tavaly évben is ezekre a károkra volt legjobban, vagy legnagyobb mértékben kárkifizetésünk. Itt tavalyi asszályos időszakra viszonyítva inkább ebből volt a számottevő kárkifizetés. Amennyiben a, a díjtámogatásra benyújtott igények meghaladják a rendelkezésre álló 4 milliárd forintos keretet, az eredetileg 65%-os támogatás összege arányosan csökken.